Ellepték az internetet az elmúlt napokban, rügyező orgonát, kinyílt virágokat bemutató képek. Több hozzászóló fejezte ki a béli véleményét, hogy az enyhe tél nem természetes dolog. Szép és jó, hogy jó idő van, de mindennek megvan a maga ideje, ez nem egészséges, fogalmazott az egyik csoport tagja. Viszonylag enyhe januárok után legtöbbször a megszokottnál még melegebb februárok következtek az elmúlt években, amit sokszor nagy tavaszi fagyok követtek. Emiatt termett kevesebb gyümölcs és szőlő az elmúlt években. Ezt mondja a szekszárdi meteorológiai adatokat gyűjtő Kővári László. Az amatőr agrármeteorológus adatai szerint Szekszárdon és környékén a november, december és január is melegebb volt fél 1 Celsius fokkal, mint a korábbi években. Én azt várom, hogy a hónap második felében egy lehűlés lesz, ami átlagosra visszahozza a hőmérsékletet, és két irányban igazából, ami bizonytalan, hogy a február ezek után hidegebb lesz-e, vagy egy átlagos hőmérsékletű. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök a Tolna megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának szakembere is megerősítette. Egyelőre nincs nagy gond a szőlőkben, gyümölcsösökben. A rügyfakadás nem indult még el. Minden növénynek, a gyümölcsfajokat főleg tekintve, kell egy hideg hatás. Nem túl hideg egyébként, a 0 és 7 fok közötti hideg hatáson kell átesni ahhoz, hogy megfelelő legyen később a virágzás. Ez a kényszer nyugalmi időszak előtt, a mély nyugalom időszaka, ez most tulajdonképpen ilyen január 20-a körül jár le a növényeknél, tehát még benne vagyunk a mély nyugalomban, különösebb gond nincs. Az enyhe tél miatt, amit a varjak és a seregélyek szokatlanul magas száma is jelez, azonban a rovarok, gombák, kártevők kitűnően áttelelnek, és ezek sok kellemetlenséget okozhatnak az év során, mondja a szakember. Szőlő esetében liszthanat, peronospóra nagyon jó áttelelnek, gyümölcsfáknál is a gombabetegségek. Tehát korábban indul a felmelegedés miatt az időjárástól a vegetáció. Ez azt jelenti, hogy sokkal hosszabb és erősebb járványok vannak gombabetegség tekintetében. Az előrejelzés szerint folytatódik a télies időjárás. A következő napokban havazás, havaseső és esetenként -10, -13 fok is jöhet.